Az elmúlt hét elején a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. Vezetése felmentette Hollósi Lászlót az extraligás női röplabdacsapat vezető edzői feladatainak ellátása alól. A szakmai munka irányítása a korábbi másodedző Németh Szabolcs kezébe került. Az új vezetőedző az elmúlt hétvégén már élesben meccselhetett, az alapszakasz harmadik körének nyitányán az UTE otthonában lépett pályára a Nyíregyháza. A mérkőzésen 3-0-ás hazai siker született. Németh Szabolcs szerint időre van szükség ahhoz, hogy a pályán viszont láthassa az általa elképzelt játékot. Edzőváltás ide vagy oda, a bajnokságnak ebben a szakaszában muszáj egy picit változtatni, mert ilyenkor már megismerik a csapatok a másikat, tehát hogy nyitott könyv minden csapat ma másiknak, tehát aki nem változtat, az a végén feltételesen belebukhat abba, hogy ugyanazt a tendenciát folytatja, amit a bajnokság elejétől. Nem azért, mert hogy edzőváltás történt, mindenféleképpen szerintem a Laci is meghúzta volna ezeket a változásokat, vagy hozott volna változásokat, nem feltétlenül ezeket. Elkezdtünk egy picit más irányba menni, már a támadás szekciókat, a támadás építéseket nézve. Ez nem kétnapos történet, tehát ugyanúgy, ahogy az a játék összeállt, az is egy idő kellett hozzá, ehhez is idő kell. A vereségünk nem ebből született, nem ebből jött a vereségünk. A vereségünk az... Lehet, hogy kicsit szigorúan fog hangzani, hozzáállásbeli problémák voltak, egy kicsit akarat gyengék voltunk, ezen kell majd változtatni. Ez is az én dolgom, megyünk előre, dolgozunk és megyünk előre tovább. Az Extraliga tabellájának élén a Kaposvár áll 14 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 12-3-as mutatóval rendelkező Fátum Nyíregyházát és a 11-5-tel álló Vasas Óbudát. Az alapszakaszból még 6 forduló van hátra. Innentől kezdve egyik mérkőzése egyszerű, tehát ez az extraliga, tehát itt minden mérkőzésre ugyanúgy kell felkészülni, mint akár egy bajnoki döntőre, vagy akár az elmúlt kupa döntőre, tehát itt nagyon élesnek kell lenni, és visszakanyarodva az előző gondolatomhoz, amikor azt mondtam, hogy hozzáállásbeli problémák voltak, innentől kezdve élesen kell menni, minden egyes edzésen, és minden egyes mérkőzésen ugyanúgy kell odaállni, hogyha tökéletesen edzünk a hétvégén, nem belekényelmesedve abban, hanem ugyanazt a formát átmentve a mérkőzésre. És akkor én úgy gondolom, hogy ez a csapat képes arra, hogy bárki ellen nagyon jó mérkőzéseket játszon, de még egyszer mondom, fel kell fogni észre, hogy ez félgőzzel nem megy. A Fátum Nyíregyháza legközelebb szombaton lép pályára, akkor a negyedik helyen álló Békés Csabát fogadja Németh Szabolcs együttes a Continental Arénában.